Egy olyan újabb értékesítési pontot tudtunk a Magyar Államkincstárral megnyitni a 8. kerületben, a Fiumai út 19-es szám alatt, amelyik a magyar lakosság, a magyar családok számára kínálja az állampapír vásárlás lehetőségét. Az elmúlt hónapokban, a 2019-es indulás óta a Magyar Állampapír Plusz értékesítése 3735 milliárd forintot ért el. Tehát látható, hogy a magánszemélyek számára egy rendkívül vonzó, rendkívül népszerű papírt tudtunk elindítani. Ennek az értékesítését is folytatni kívánjuk, és nem csak ennek a papírnak, hanem a többi a magyar államadósság kezelésében elérhető papírnak az értékesítését is. A magyar családok jelentős mértéket vállaltak a finanszírozásban, és stabilabbá, kockázatmentesebbé teszi a magyar államadósság kezelését. Ezt kívánjuk folytatni a jövőben is.